Na, mi a helyzet, skacok? Na, most az a helyzet, hogy most hiplopnak égémet meg falá pénzügyileg. Ott a jobb oldalt, tehát a sargó keskeményig. Azt jelenti, a megmaradt pénz. Ops. De van ki? Fogadjunk, hogy valamit megint bizniszem, mert megtámadták. Hát én nem tudom most itt mi a helyzet, de viszont ez így nekem nem jó. És kacok, mert... Csak azt nem értem, hogy ha minden bizniszbe felcucoltam mindent, akkor miért van ilyesmi? Lehet, hogy ettől érdekes, még érdekesebb a játék. Na, lehetséges, nem tudom, ma mindjárt itt is vagyok. Nagy tanak ezek a ilyen siványok hoztak. Most azt írja ki nekem, hogy Recover Stolen, szerezem vissza az árut. Na lássuk. Hol vannak? Itt vannak. Aha. Sok sorjában nem kell kapkodni. Most már megmarad a lovém is. De gyerekek, de azért nagyon jó ez a kis Chroma autó, de tényleg ezt nagyon csipem. Mert ezzel sok mindent tudsz csinálni, például elmész egy feladatot, csinálsz egy feladatot, bármibe is nem tudnak élni. De persze, mondjuk a játékosok azok persze, igen, de milyen le. De mondjuk egy RPG-vel, vagy Sticky-vel, vagy Proxy-val, ahol sokkal könnyebben, mondjuk arra jobb, mint az Irszó csendben, nem épp annyira, mert az Irszó csendben ott se párcával kilettett az ablakon. Ezt akkor annyi. Ez jó, jobban szeretem a kis autót, de tényleg egy ilyen sportos kocsi az. És sok védelmet ad sokszor. Na, látom, Dávid barátom, mit tenni, jelzi nekem, hogy merre kell menjek, mint hogyha nem is tudom, hogy hol kell. Na, de mindegy, mindjárt is ott tudjuk, azt akkor meg leszálltjuk a lovét, amit el akartottunk lopni. Na jó, már nem azért, már mint a cégem neve meglopnak, de azért nem kégemet is meglopjanak. Már nem azért. Na, szerintem. Na, már itt is vagyunk, srácok. Befordulunk. Oké. Okay. És érkeztünk. Defended, azt jelenti, hogy sikerült a cuccot megmenteni. Most elítjük. És gratulálok, igen. Minden volt oké. Okay. Hogy visszaáll minden a helyére. Szerintem. Na ne! Na ne, Dávid, mit mutogatós ezt nekem? Ez nem bírja ki, hogy nem mutogassó, vagy csináljon valamit komolyan. Ez jó vicces. Mi? Visszaállja úgy is. Csak nem tudom mit. Skacok. Na, lássuk. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi pénzt tudtak volna elvinni. Úgy látszik, hogy a belvárosba, hogyha le tudtam, szállítani 132 ezeret. Először lássuk a munkásokat, hogy mennyire dolgoztak. Na itt van a mis pénz. Öcsi bácsi az vágdossa a pénz felfele. És az állatolói, mint nem összeszámolják, még remélem, hogy jól tudnak számolni. Oké, okay. Szerintem biztos jó. Már nem azért, már egy köteggel elfogadnak én is ilyen rossz napokra. Na, látom, Dávid barátom. Besegít Jósi bácsinak ottan vágdosni a papírt. Ez az, jól csinálod.
fizetett csak ki tovább. Én nem fizetlek ki, csak szólok. Csak a munkásokat. Na lássuk, hogy mennyit vittek volna. 198 ezer srácok. Ez nem semmi. Hol a rendőrök? Hol ezek a bogyoták? Akartak volna igen kifosztani. Na, hiszem jó lenne menni száprozni egyet. Tehát, ha már itt vagyunk. Na, már mit mutató fejezti minden? Huncutságot, ha? Na jó, akkor azt mondom, nyomjunk egy szápet is. De kíváncsi vagyok, hogy mégis remélem, hogy két kocsit ad. Oké. Na most eljöttünk. Hoppá, te küldj, la. Na ez csak ős kocok. Eleinte úgy utáltam, hogy csak na. Rájöttem egy trükkre, hogy hogy tudom azt szápit hamarra beszerezni. Na, hol csinálsz? Ugyebár már megszokhattam volna, hogy ezt mindig előtt ingemet. Na de se baj, majd adok én neked mindjárt kilőlek el az opresszorra. Na merre is vagy? Na még szerencsé, hogy nem vagy az utamba. Máskülönben tudod. Kocok, amióta megvettem ezt az opresszort, ez állati jó. De tényleg a fest azóta vagyok vele. Dávid, azt hiszed, hogy te hamarabb odaérsz valakról már, mint az opresszorban. Na, már ne viccelj már vele. És még, sőt, még el is sokat. Na, ahol is tartottunk. Jaj, az opresszornál, igen. De tényleg... Elviszol akarom, de tényleg nem kell egy körözzek jobbra-balra, mint például a kocsival, vagy bármivel, de nagyon jó, itt szeretek a szájgoldozni, de viszont ez még mindig nem szoktam meg az opresszort, már mint a leszállás van, amikor sokszor jobb pofára esek. Na, hajlásokra tudsz hallani. Jaj! Fú, azt hittem, hogy már oda kenődök az oldalára, de nem. Még az a szerencse. Na, itt fel tudom, és akkor még leérek ottan. Nagyon jó lesz. Szerintem mindjárt oda is érek. Hamarabb odaérek, mint Dávid barátom. Vagy bizony. Valami meg kéne fel, csak az a rosszabb, azt nem szeretném ebben az opresszorban, hogy nem tudsz úgy megfordulni rendesen, ugye a levegőbe, hogy jaj, kell, ups, sikerült leszállni, na hát. Ez csak véletlen volt. No, kérem szépen, megérkeztünk a tekülelelelára, és most le kéne kérek egy másik motort. Úgy, eltüntetjük szépen. Várja, miért is kéne még. Vortex Badger inkább ők is. Majd is van. Ez is valami fajta glitch lehet, hogy rá lehet tenni egy sticky mit-mit-jöt. Úgy, bemegyünk vele, azt akkor csináljuk ott a feszkót. Oké, csak itt ebből a motoron nehezen. Ó, itt már folyik nagyjából a buli, de már nem sokára. Ahogy úgy észrevegyenek, hogy itt vagyok, mármint a motoros csávok, így megütöm, és hátulonnal szaladnak, úgy kimegyek egy picit, várok egy pár másodpercet. Úgy bizony, nem, hú, már azt hittem hátulonnal leüt, megüt. Na, már azt hittem, hogy el akar ütni, na, fel is robbasztatos kocok. Nem tudom, Dávid hol van, mert pedig lenne, de szerintem látta, hogy
kirobasztottam még mint a motoni a térképen, mind a kettő szapli. Nagyon jó. Hú, van kiszaladt, fogadjuk, hogy Dávid. Az igen. Most se perzselődött volna annyira. Hoppá, ez... Na ne. Most mi lett a másik szápéval? Kipurcant. Na mindegy. Csinálok majd ezt a még más feladatot, majd. Milyen szépen perzselődnek a NPC-k. De az a gáz, hogy idebe nem lehet hozni be fegyvereket, semmit se, szóval már mint így. És nekik szabad. Valamikor baseball tűvel, valamikor így elvágottuk reggel szurkálnak, tehát gondolom az állati. Ez nem fair, szerintem. Mondjuk kicsit meggyepáljuk a fejét, hozzá. A másik szápot, ha már gyors fölvettem. Szóval, adjál neki, ne sajnál, mert ők se sajnálnak bennünket. Szerintem. Okés. Most akkor kifele. Hú, megint le kell kérem az opresszort. Ez a jó benne, srácok, a motoros klubban, hogy le lehet kérni se perc alatt csak motort, de mondjuk járművelt autókat, azt sajnos még egyelőre még nem. Hoppá, jéj! Hát nem is az opresszort hívtam le, pedig már azt akartam. Na, megint vissza a helyre. Interakciós menü. Pad. Nem úgy van. Már mindig összekeverem ezeket a gelit. Jó, és akkor megkeressük itt az opresszort, kérem szépen. Oké, meg is van. Már le is panolt 1-2. Én nem is kell sokat várni rá. Úgy bizony ezt akkor meg. Vissza a bizniszbe megyünk, leszálltjuk a... Elinte megvan egy kis tucuk, a motort nem nagyon szerettem, de utána mióta megvan ez az opresszor, tényleg nagyon-nagyon tetszik. Ettől jobbat nem is tudott volna kitalálni a Rockstar számomra ilyen motortól komoly. De nagyon jó, se perc alatt vagy. De még azt szeretem, hogy látjátok, éppen most feltöltődött az a sárga csiki, jó hamar. Hamarabb, mint az okka az évvel, nem mondjad már milyen kocsis az. A Vortex, ha jól tudom, az kicsit nehez késen töltödik fel, de ez se perc alatt. De amúgy nagyon jó kis opresszor, imádom nagyon. Ezekkel ebben szoktam csinálni legtöbbet a száplikot. Egy teljes bizniszt körülbelül olyan 35 perc alatt feltankolom. Szóval megjárom az egészet, egyedül persze. Nem azt mondom néha, nagyon jó, hogyha van segítség, és akkor még hamarabb feltöltödik. Na, majd is nagyon sok tetszett minden. Maradt még egy pár méter. Nagy teserű, nem menjünk túl rajta. Aha. Na jó, skacok, azt hiszem megérkeztünk. És kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog felvinni egy ilyen vonal. Gondolom egy ilyen kis kockát. Íme. Azt a skacolt, hogy felvittem mind a 1, 2, 3, 4, 5 csikort, ma nem semmi. Na az igen. Na érdemes szaplizni akkor mondjuk. Na jó, fiúk és lányok, köszönöm szépen a figyelmet. Addig is lehetek jók, sziasztok!